575 évvel ezelőtt két fontos esemény hozta lázba Komárom polgárait. 5. László királyunk születése és a Magyar Szent Korona érkezése roppant fontos mérföldkövei voltak a város múltjának. Rendkívüli történésekre emlékeztek a lakosok a koronanapok rendezvénysorozat keretein belül, amely február 17-e és 22-e között került megrendezésre. Az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola Pajkos Reneszánsz című előadása után február 18-án a Szőnyi Alkotókör a Szent Korona útja Visegrádtól Komáromig című kiállítása volt a rendezvénysorozat következő állomása. A Komáromi Arany 17 rendezvényközpontban a 18 festményből álló tárlat mellett a modern technológiának köszönhetően a Szent Korona hologramját is szemügyre vehették a látogatók. Rendkívül jó hangulatú és formabontó kiállítás szervezését az Endres csoportnak köszönhetjük. 2015-ben Komárom városa jó néhány jeles esemény évfordulójára emlékezhet, és ezen évfordulók egyike, amely valójában kettő, emlékezünk a mai napon, az itt látható kiállítással, kiállított képekkel, a technika vívmányával, és ami gyakorlatilag egyben egy rendezvénysorozatnak az egyik állomáspontja is. A város megemlékezik az 575 évvel ezelőtti eseményekről és történésekről. 1440 Komárom, azaz a történelmi Komárom, még ha véletlenszerűen is 5. László királyunk születésének helyszíne volt, mely esemény szorosan összefüggött, és szoros összefüggésben volt azzal az eseménnyel, hogy Komárom városában, történelmi Komárom városában időzött több hónapon keresztül a Magyar Szent Korona. Ez az esemény Komárom városát mind politikailag, mind gazdaságilag és mind társadalmilag úgy érintette, hogy egy pezsgő élet alakult ki ez alatt a néhány hónap alatt. A koronával kapcsolatban nagyon érdekes és izgalmas kérdések merülnek fel az utóbbi időben. Túlzottan nem akarok belemenni az apokrif jellegű teóriákba. Mindenképpen ki kell emelni, hogy egy olyan szakrális tájról beszélünk egy Magyar Szent Koronánál, ugye a nevében is benne van, hogy Szent Korona, ami meghatározó szerepet játszott Magyarország, a magyar nemzet és a magyar történelem minden egyes pillanatában. Magyar Szent Korona az egy sámán korona, egy tártos korona. Gyakorlatilag ezen a hologramon is abszolút meg lehet figyelni azokat a momentumokat, azokat a jelzéseket, amik arra utalnak, hogy ez egy nem mindennapi és egy nem hétköznapi tárgy, mint más egyéb királyok koronája volt. Nem is véletlenül nevezik szakrális tárgynak, azaz Szent Koronának. Mostani történetírás úgy határozza meg, hogy az első ember, akit megkoronáztak a Magyar Szent Koronával, az Szent István király. A Szent Korona és maga a kiállítás abszolút összefügg egymással, mert annak a viszontagságos útját mutatja be, ahogy Visegrádról Komáromba került. Egy Gábor Dénesféle csúcstechnológia jelenik meg, 575 évvel ezelőtti eseményt bemutató képsorokon, amik ősi eszközökkel, tehát földdel, krétával, szénnel és ehhez hasonló technikákkal készülnek.
Ezt követően a Rév Komárom és Sej János gimnázium dísztárma kapcsolódott be a rendezvénysorozatba. Itt február 20-án Pálffy Géza, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet lendületkutatócsoport vezetője tartott a tartalmas előadást a Szent Korona útjáról és annak eddig nem publikált felfedezéséről. Krisztus láthatjuk rajta, ugyanúgy egyébként, ahogy Szerényi Károly gyönyörű fotóján is látható, a Szent Korona legkorábbi ábrázolása viszonylag jól adja vissza, ugye 16. század közepi ábrázolásról van szó, a Szent Korona egyik legfontosabb zománc lemezét. Egyébként, ha most eljátszanám azt, hogy mindenki rajzolja le fejből a Szent Korona Krisztus képének ábrázolását, akkor lehet, hogy hasonlóan gyenge színvonalú ábrázolások születnének, mert ugye emlékezetről, hogy még előkép, vagy még festmény, még fényképek alapján sem olyan egyszerű, ugye ebben az időszakban, amikor a korona ábrázolása készült, ilyenek azonban nem voltak. Hogyan is készült akkor ez a legkorábbi ábrázolás, amely valóban köthető, tehát Komáromhoz, annyiban indirekt módon, hogy összefügg azzal a történettel, hogy itt járt a Szent Korona. Új kutatási eredmények alapján sikerült bizonyítani, hogy ez az ábrázolás a 16. század közepén készült, tehát nem a 15. században. Ez a családtörténet elmeséli a Habsburg dinasztia történetét a kezdetektől első Ferdinánd koráig. Egyébként részletesen szól 5. Lászlóról is, tehát ismeri azt a történetet is, hogy Komáromban született és kerül át osztrák területre, majd Frigyes Jánosról a 1445-es. Ez egy hatalmas kódex, ma két nagy követből, mint láthatják itt, most nem fogom részletesen elmondani, de 10 mások példánya van, és Németország területei és az osztrák-német területek tele vannak ennek a nagyszabású kódexnek a másolataival. Úgy kell elképzelni, mintha nagy korvinákról lenne szó, de ez kifejezetten a Habsburg családra. A korona láda zárását azonban a késő középkorban nem szabályozták úgy, mint a 17. századtól. 1608-tól alakult ki egy olyan különleges lepecsételési gyakorlata, ami azt mondhatja, hogy egy 1916-ban készült képes lapon egyébként, az utolsó koronázás alkalmával, hogy átvezették itt a zárat egy részén a textilmadzagot. Ugye itt fönt a tetején van a zár, azt bezárják, ráraknak egy ilyen tafotal vagy tafanyagú plombát, és ezt lepecsételik, méghozzá lepecsételi az uralkodó, lepecsételi a két biztos, a magyar koronagyot és a magyar nádor, Esztergomi esetés országjogot. Magyarul a koronaládát csak akkor lehet kinyitni, ha az összes pecsétet felteri. A koronát a maga valóságával is tárgyalni. A legfontosabb nemzeti tárgyunk, ereklyénk is összeköt minket, de olyat nem kell hozzátenni, ami butaság. Pláne, hogy a keresztet később rögzítették ilyen formában, ha a keresztet most másként rögzíteni egy ötös csapat, akkor a földtengely nyilván nem feltűnne el ettől. Mi a megoldás? A megoldás egyértelműen az, hogy eredetileg egyenes volt a kereszt. Ezt azért is könnyű bizonyítani, mert nincs a világon olyan korona, amelyen Ferdén készítettek volna a keresztet. Másrészt, ami még meggyőző bizonyíték, a 17. század elejéig egymástól függetlenül készült 6-7-8 ábrázolás mind egyenesnek látja a keresztet és mutatja. Ugye egy ferde keresztet 6 különböző ember egy ferde keresztel lévő korona lenne, és az első sorban lévőkkel lerajzoltatnám, lehet, hogy egy ember ferde rajzolná, de olyan nem lenne, hogy egy ferde keresztet 6 ember egyenesen. Ilyen nincs. Ma ugye mindenki ferde rajzolná, mert megszoktuk, hogy ferde. 1896-ban épül a magyar parlament, és nem 2000-ben jár először a korona a parlamentben, mint ma, ugye az Orbán kormány alatt, hanem 1896-ban a Budai Várból az épülő parlamentbe átviszik. Tisza miniszterelnök kezdeményezésére, csak akkor sem épít ki a várat.
Tisza miniszterelnök is feszegette benne az árat. Utána a többi miniszter is leizzadt az öltönyében, mert nem nyílt ki a láda. Akkor a budai udvari lakatosok törik föl a ládát, 1996-ban. A hivatalos jegyzőkönyv nem beszél róla egy szót sem. Csak hogy valamelyik politikusnak akkor eljárt a szája, és két napon belül a sajtó megírta. Tehát még 1638. évig koronaláda föltörés csak 2006-ban került elő, ugye ez a napló, ez egy kéziratos napló volt, sohasem publikálták, a Magyarországos Levéltárban fedezték fel. Az 1896. évi eseményt már a következő napokban már olvashatták a budai és kocsi polgárt. Tehát a korona ládát többször feltörték, ezt a ládát egyébként a 20. század közepéig használják, majd a Szálasi kormány idején készül új, és abban menekítik már Amerikába. Ma ezt a Nemzeti Múzeumban láthatják. Ezt a dokumentumot pedig az Országos Levéltárban fedeztük fel egy évvel ezelőtt. Abban a reményben köszönöm meg megtisztelő figyelmüket, hogy egyrészt odaérünk a koszorozásra, másrészt, hogy néhány érdekességet mondhattam önöknek a Szent Korona és a koronázási jelenet történetéről, 5. László nyomában. Ezután a rendezvénysorozat legnagyobb pontja következett. A látogatók Révkomáromi Anglia Parkban található 5. László szobrához vonultak, ahol a magyar himnusz mellett Csapuha Árpád, a Tatai Kuni Domokos Múzeum néprajzkutató és megemlékezett az egyetlen Magyarországon született Habsburg-házi királyunkról. A rendezvény zárásaként Stubendek László Révkomárom polgármestere, az egy Jobbkomáromért polgári társulás és az Endres csoport koszorúzással tették tiszteletüket 5. László szobránál. Thank you.
Thank you.